Virágba borultak a repceföldek. A földek mellett elhaladva szemet gyönyörködtető látvány tárul elénk. A termelő azt mondta, eddig kedvezett nekik az időjárás, és ha ez a továbbiakban is így alakul, szép terméssel számolhatnak. Ez évben a vetéstől kezdve a téli telelés és a tavasz indulás, a tavaszi csapadékok eredményeképpen, mint által mögött is látszik, hogy nagyon gyönyörű a repce. Hát nagyon szép termést várunk, viszont még az aratás ugye hátra van, addig még sok minden érheti, jégkár, viharkár. Volt már erre is példa, de mi bízunk benne, hogy ez évben ezt a szép termést be tudjuk eredményesen takarítani. A tábla mellett elhaladva ismerős zaj hallatszik. A repcetáblákban a méhek már szorgosan dolgoznak, a gazdáktól pedig nagy odafigyelést igényel a méztermelőkkel való együttműködés. A repcetermesztés bonyolultságát az okozza, hogy egy 6-7 permetezést igényel, és ugye ez egyrészt ugye rovarölő szereket használunk, és itt nagyon együtt kell dolgozni a méhészekkel, hisz a területünkön minden táblasarkán vannak méhészek, és nyilván méhkímélő szerekkel általában este késő szoktunk permetezni. Az értékesítés tekintetében a termelők némileg borulátóak, de bíznak a változásban. Ugye egyrészt mindenki tudja, hogy Ukrajnában nagyon nagy mennyiségű repce is jött be, és az árak ugye 140 ezer forint per tonnánként álltak meg jelenleg, és a kereslet is minimális. Nagyon bízunk benne, hogy a következő időszakban ez változni fog, és a magyar repcét is egy kicsit magasabb jobb áron el fogjuk tudni majd adni. Országosan jelentősen lecsökkent a repceterület, mindössze 180 ezer hektáron termelik a növényt. A repcét is érintette az ukrán gabona behozatal, ezért nehezebb lesz a tárolása, mint a korábbi években.